Na, csácsom, hogy sötészta, na mi újság van, gyerekek? Ha mivel jött a képőr? Hát milyen retro feelingünk van, meg milyen dejavu érzésem. Komolyan mondom, ahogy elindítottam ezt a részt, nem is tudom, hogy mit mondjak. Modeled Spin Tires? Miről beszélsz? Hát mikor volt az, hány éve? Keeper. És miért ez a címe? Ha egyszer Modeled Mudrunnernek kellene lenni. Hát tudjátok, mert igazából nincs szívem megváltoztatni ezt a... Nem, nincs szívem megváltoztatni ennek a sorozatnak a címét. De egyébként nekem is nagyon izé van, nekem is nagyon retro feelingem van. Na, de vágjunk vele a lecsóba, hoztam nektek kettő gépet, ami igazából egy, mert egy bizonyos gépnek a két különböző verzióját hoztam. Ez nem más, mint az Eto Crystal 12045-ös verziójú. Az egyik az egy mondhatni gyári, egy kicsit rozsdakupac már, a másik meg egy erdészeti verzió, és igazából nem csak a külcsíny, ami különböző a kettő között, ugye máshogy is néznek ki természetesen, hanem más dolgokat is lehet ráaggatni, azért is gondoltam, hogy mind a kettőt ki kellene próbálnunk. Na, nézzük az úgymond gyári verziót. Egyébként diffizár összkereket mind a kettőnél lehet kapcsolni, ahogy a valóságban, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg, hogy hát az összkerék az alapvető, de a diffizár is alapvető. Igen, Keeper, hülyeséget ne beszélj. Na, miket lehet rárakni? Az ég, ugye, hát ez komolyan mondom, hogy annyira dezsavú érzésem van, mindig ugye végignéztük, hogy miket lehet ráaggatni. Na, ugye, van nekünk egy ilyen hátsó vagy egy felső ilyen, hát csomagtartónak talán nevezhető dolog, tehát ő csomagtartószerű, ami ugye 80 liter üzemanyag kapacitás is. Mennyire jó, mert tényleg négy darab 20 literes marmonkanna van rajt, meg ugye 200 javításpont, ilyen drótkötél, meg mindenféle dolgot. Na, nézzük tovább. Wow! Oda nézzetek! Bekerül oda egy súly, és hogy ezt a súlyt berakod, oda bekerül egy súly, akkor rakhatod fel a front loader-t. Van nekünk egy ilyen rakodó egységünk. Hát ez baró jó. Hát ez nem is tudtam egyébként, hogy ez van. Most leveszem, hogy ki tudjunk mindent próbálni, de baromi jó. Bekerül, ilyen van, gyerekek, hogy egy baromi nagy súly bekerül oda az ülés mögé. Ez tényleg valós. Hát nem a izébe kellene, nem a három pontosra kellene csatlakoznia? Vagy igazából így megszabadon van a három pontos? Vagy miért van ez így? Baromi jó, tetszik. Na. Ó, üzemanyag tartály. Olyan helyen, ami nem zavar mást. Tök jó. Yes, ez meg a gyári dolog. Ez is gyári dolog. Garázstrailer gyári. Na, van lót. Az a baj, hogy elképzelhető, hogy olyan dolgok is. Nem, igazából ennyit lehet erre pakolni. Jó, nézzük meg a másikat is. Oké, mind a kettőt ki fogjuk próbálni. Vagy meg mind a kettőt megnézzük, hogy milyen dolgok vannak itt. Igen, és itt van a Forest verziójuk, amire tudunk rakni. Ó, te fiú, oda nézzél, tudod rakni a izét, KCR-t. Tudsz a tetejére pakolni, tudsz ilyet rakni, aha. Kettő fajta darut is tudsz. Itt van neki ugye a supportja. Jó, igazából erre meg ennyit lehet pakolni. Hát gyerekek, rakjuk már fel a supportot, és védjünk már egy darut, csak azért, hogy rajoljunk vele, ezzel flexelünk, ugye? Nagyon tetszik. Na, oké, és akkor vigyünk egy. Én amondó vagyok, hogy egy kis pótkocsi szerintem ennél nagyobb nem kellene nekünk, nem? Oké. Miért nem elérhető? Áj, várjál, nem elérhető. Szerintem azért nem elérhető, elmondom nektek, mert ugye rajt van ez a krén. És az zavarja. Mindegy, elindulunk vele, figyeljetek. Most kettő géppel fogunk menni. És a másik, hát ez jó koszosodik kapásba. A másik után, meg utána csapunk akkor egy short lock trailert. És akkor ezzel így kettő géppel el tudunk menni. Ugye ilyenkor azt szokta csinálni a Keeper papi. Így fogja. Aztán, apa, nem raktunk át. Forest Edition-re át kéne állunk. És akkor annyit csinálunk, hogy szépen kettőt vezetünk egyszerre, mert az nekünk jó. Mert ezt így lehet. Akkor miért ne? Várjátok, kicsit közelebb kéne járnom bele. Aha. Jó van. Nem akarja a jót.
el vagyunk szokva gyerekek az irányítást. Az a baj, most meg ez hátrafele megy. Nem akarok akkora izét helyet hagyni, mert nem látunk be semmit ebből. Na akkor így. Gyere velem barátom. Nagyon jó. Oké. Na, elmegyünk Fire. Mert az nekünk jó. Egyébként maga a gép, az baromira tetszik. Nézzük belső nézetet is. Kéne, nem? Wow. De várjátok, ott ez nagyon ütközik annak a idejének. Nem tudom, az nem fog minket bántani. Tetszik. Jó, igazából így ebben a nézetben sok mindent nem látsz. Én amondó vagyok, hogy az lesz a baj. Félek, hogy az nem ever szét minket. A saját darunk az csapja ott. De hát úgy látom, hogy nem sérülöd. Tetszik, tetszik. Hú, de régen játszottam Sphinters, gyerekek, halál. Halálos. Mennyi üzemanyagunk van? Fullon vagyunk, ugye? Akkor szerintem menjünk erre. Menjünk erre, így. Vár. Mondó vagyok, hogy nehezítsük meg a dolgunkat, mert Keeper mindig szeretett szívni. Menjünk már erre, így. Oké, okay. 314 méter, nem lesz egy hosszú menet. Megy olyan hatalmas ez a map. Egyébként gondolom ismerős számotokra. Ezek a Madrunner mapok is olyanok, mint amiket átdolgozták a régieket. Sphinters mapokat. Ott elég mély a sár. Hú, de nagyon nem játszottam Madrunnert, megmondom a frankot, srácok. Nem tudom, hogy mennyire hangos a játék. Ha akartok, akkor dobok rá még egy kis hangeret, nehogy az legyen, hogy azt mondjátok, hogy halkok vagyunk, de majd közben úgyis ez kialakul. Ez ugye az első részünk. Jó, van kettő traktora, szépen eldukolunk. Ó, igen, és erre fogunk menni. Ó, nem fogok én itten kispályázni. Menjünk a nehezebb úton. Megmondom, a frankot nem vagyok boldog, mondjuk, hogy két traktorra megyünk, mert ez ilyen könnyítésnek fogom fel. Lehet, hogy az kellene, hogy... Na, de menjünk kettővel. Lehet, hogy az kellett volna inkább, hogy egy darabbal, és akkor... Elmegyünk kettővel a farakat, utána onnan meg fogjuk, és csak egyel, csak a gyári fal fogunk menni, oké? Okay? Kipróbáltam volna, hogy melyiknek mennyire jó a tapadása, hogy a láncolt kerék az valóban ad-e hozzá a tapadáshoz a játékba. Egyébként elég jó mászóképessége van. Nem tudom, Seton Krisztát mennyire szoktak használni az erdőn. Ó, hát Ferike múltkor küldött egy Krisztát, Mad Max Krisztál. Bazze, elfelejtettem, öcsém! Most, hallod, én olyan szinten elfelejtettem, hogy nem izével játszak. Azt a betya. Hogy nem izével játszunk, gyerekek, farming szimulátorra, hanem itt fel is dőlhetnek a dolgok. Ez csúfi volt. Hát hallod, ez nagyon csúf volt. Na legalább van gívás. Jaj, ezt szeretem egyébként. Megmondom őszintén. Egyébként ezt bírom. Ha van kihívás. Ja, annyira bennem volt, hogy farming szimulátorral játszottam nemrég. És ugye ott egyszerűen szinte fel se tudod dönteni a gépeket, meg ha fel tudod, akkor is ugye nem állnak le, hanem akkor fel lehet őket. Hallod, ez nagyon veszélyes ez a játék, basszé, farminghoz képest. Úristen, hát nagyon meg kell gondolni, mit csinálsz, meg belagadsz a sárba, meg minden. Hát Keeper, mit műveltél? LOL! De nagyon tetszik, jaj, de jó, legalább van kihívás, mindig is imádom a kihívást. Gondolom, sejtitek, hogy mi lesz. Egy fél óra múlva kettő traktor fekszik itt, ugye? Oda föl kéne menni és onnan felállítani, ugye? Oda föl kellene menni, aztán onnan felállítjuk. Merre tudok felmenni? Itt valahol felmegyük. Hallod, nagyon jó! Nagyon jó, imádom, hogy mindig szarba keveredek és kihívásban. Viszont ez az Etor Krisztál, ez borzalom, hogy mennyire adja. Ez mi ez, egy sor 6? De egy sor 6 van, ugye? Nem négy henger ez, ugye? De hol van itt a csiga? Mert a másikon láttam a csigát, de ezzel nem látom. Mármint a nem a kakaós fajtát, a másikat. Na itt felpróbálunk föld küzdeni. Elég magas a felépítmény. Ó, és még a gardán is mozog, nagyon jó. Itt megpróbálunk bemenni az erdőbe. Hallod, ez nem farming azért, öcsém? Egyből borultam, mint a szar. Jaj, de jó. Meg ugye törnek, zúznak a gépek. Meg elég sokat eszik egyébként, azt nézel ez a gép. Megpróbálok felvenni, és megpróbálom innen felállítani. Aztán lehet, hogy nem fogom elérni. Ja, hát ez jó messze van, bazze. Ez jó messze van.
Ó, oh, hát azért a... Azért a Spintaros az még mindig kihívás. Istenem, de szeretem. Úgy, megnézzük, jó? Megnézzük, hogy meddig érünk el. Ó, oh, hát ez teljesen jó. Oké. Okay. És akkor nem drive-ra, hanem pull-ra. Ó, oh, te fiú, hallod, ez nagyon kemény. Nem lesz az álma olyan egyszerű. Nem lesz az álma olyan egyszerű. Ugye, ugye? Ugye, ugye? Kip hülyeséged megint. Azt utálom, hogy izé hagyja ugye. Drive-on ugye a másik gépet. Na most egész jó, most el kéne húznom arra a seggét. Egyébként annyira jó, hogy nyakig sárba van már. Imádom ezt a játékot, gyerekek. Paró, azért nagyon ott van ám. Azért nagyon ott van ez a játék, ez miért feledkeztem el ennyi időig róla? Na most ezeket kipróbáljuk ugye a csodálatos Zetort. Aha, most lesz a jó, most lesz a jó. És le kéne mennem itt. És akkor arra meghúzni, csak fel ne boruljak, gyerekek. Ajaj. Ez itt most csúnya lett világ lett volna. Várjátok, le kéne tolatnom. Hát hátrafele csak nem borulok. Le kell kosztanom addig, mert véletlen elránt. Lemegyünk hátrafele, megpróbáljuk. Finomba. Finomba lemegyünk, gyerekek. Mi van itt mögöttem? Jó lesz. Jó volt. Azért parasztam, na. Meg föl kéne állítani ezt a szügyköréket. Ah, azt a rohadt érde. Hát azt amondó vagyok, hogy azt kéne meghúznom. Most meg kéne húznom itt. Várjál. Nehogy átbillenjen a másik oldal. Nehogy mind a filmekbe. Jaj. Azt hittem mind az ilyen hülye videókban, amik... Á, te fiú, azért ez kemény volt. Jó, oké. Okay. Nem is törött meg, hallod? Lehet, hogy izé... Oh. Gyerekek, azért ez kapott. Lötyök benne az üzemanyag. Ott tank. De jó. Valóban ott a tank az Eto Kristálnak itt fölül. Nagyon tetszik. Ugye megint felborított. Bazzak. Ha egyébként olyan fejnehéz ez a gép ettől a izétől, ettől a krémtől, ettől a darutól, ami rajt van, ettől a KCR-től, hogy az őrület. Annyira fejnehéz egyébként. Ó, te fiú. Ó, te fiú. Csufos volt, tudom. Gyerekek, nem tudom, várjatok, hadd nézzem meg. Milyen messze, menjünk el a Lockstationig ezzel, hallod? Menjünk el a Lockstationig ezzel. Csak simán, ezt a másik meg hadd jöjjön, jó? Ez csúfos volt. Gyerekek, egyébként ez nagyon fejnehéz az a gép. Kellett nekem az a krén rámi. Tudom, filózok, hol tudnék itt kimenni? Ott tudnék. Hát itt ki kell mennem az útra valahogy. Ki kell mennem az útra, mint a dútra. De ez nagyon kormol, hallod? Nem is sérült be az, de mi? Hol ömlik ebből a füst? Mert hogy nem a kipufogón, az is biztos. Hallod, de izéből ömlik. A csonknál. Egyébként nyugodtan küldjetek modokat, most én kérlek benneteket, és mindig akkor a következő részben, amit küldtök modokat, abból fogok válogatni, oké? Okay? De hogyha egyből nem kerül be, akkor nem kell aggódni, srácok, mert ha küldtök öt modot, akkor mindig csak egyet tudok bemutatni. Egyébként ez jó, jó, vagy meg sikerült a mutatvány, gyerekek, nagyon jó, de tényleg nézzetek mennyire viszonyatosan dölöngél az a gép. De hogy a csonknál omlik be... Ja bazze, mert ott van a kipufogó, nincs kipufogónk. Ja az izé, az tudjátok mi? Ó, ez bírja az izét. Ó, hát ezt ki kellett volna próbálnom, hallod? Ezt ki kellett volna próbálnom, de ki is fogjuk tudni, mert erre elmegyünk.
ki kell próbálnom, hogy ez valóban a merülési mélysége itt van-e megadva. Mert akkor ez eddig elvileg vízbe lehet, és még mindig akkor ugye nem szív vizet. Nem szív vizet. Ez tök jó. Ez tök jó. Ezt mondtam, hogy teljesen más a kettőnek a felépítménye, mert alapban ugye... nem is tudom, hol van a légszűrőnk. Azt akartam mondani, hogy még a tetején is működik a izé, még az a szelep a kipufogónak. Akkor megőrülök. És működik. Na jó, megyünk ezzel is, aztán akkor viszünk logot. És meg fogjuk próbálni víz, a merülési mélységeket, hogy ez baromira meg ki van dolgozva ez a szetor, nagyon bejövős. Mert tényleg nem csak annyit csináltak, hogy áttextúrázták, hanem teljesen más funkciókat kapott. Meg máshogy is épül fel. Úgyhogy olyan, mint hogy két külön gép lenne. Hopp, 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 hopp. Ja, meg ez nem farming szimulátor, hanem normálisan rá kell tolatnom, különben nem fogok felcsatlakozni rá. Menjünk gyorsan. Jó hangja is van egyébként, csipol, mint az állat. Hát nem tudom, mennyire hangos nektek, remélem, hogy azért valamennyire hallható. Békák retyegnek itt, azt hallom, lol. Beszorsz. Retyegnek a békek. Na, megpróbálunk itt, jó? Ja? Jó. Ezt adjál neki, Sanyi. Egyébként ez nem olyan borulékony ez az etor. Ez tök sokkal stabilabb így. És annyira jó a fizika ebben a játékban, hogy hihetetlen. Megpróbálunk ott felmenni, mint ez alatt. Egyébként ez a pót, ez nem a leg. Nem. Azt a súlyt lehet be kellett volna raknom hátra, jobban jártam volna. De hogy retyegnek itt a békák? Hát jön az este biztos. 19 óra 5 fel, mondom, begőrülsz. Retyegnek a békák. Úgy valahol fölkapatnom majd, nem? Itt megpróbálunk fölkapatni. Pont itt vannak ilyen nagy fák, várjátok. Kapcsok lámpát. Ó, te fiú, ide lehet, hogy megint kell a izé másik krisztál. Gyanítom, hogy ez itt nem fog felvenni, gyerekek. Ugye kell hoznom a izé másikat. Azért ilyen fizika lenne a farmingban, nem? More. Kicsit izé túl is mente, nem, pont jó helyen vagyunk. Próbálok, de egyre jobban elássa magát. Pazarlom az üzemanyagot csak, gyerekek. Az a baj, benn vannak ezek a nagy hülyek is. Na, na. 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 Ó, te fiú. Ó, te fiú. Nem tudom, elérem azt a izét fát csörlőzni. Kiviszem a csörlőt, gyerekek. Várjál. Talán elérünk valamit. Ó, ott egy fát elérünk. Vagy bokor, vagy nem tudom mi az, de ott valamit elértünk. Kicsit keresztbe húz. Ajaj. Hát ez, ha nem lett volna fa, akkor nem kellett volna följönnöm itt. Meg már jó el van baszva. Gyerekek, ez nem a legideálisabb hely volt egy zetornak. Forduljon el. Na, menjünk, gyerekek, menjünk. Hol van a izé? Hol van a másik zetor? Arra ugye? A francokat. Ja. Éjszaka az erdőbe, gyerekek. Horror. Huhaha! Felső nézet. Ezt hiányoltam. Hú, tök para! Esküszöm, gyerekek. Esküszöm, ez jó. Egyébként... Nagyon kevén, ki tudsz nézni? Tök jó. Nagyon bejön. Nem tudom, tényleg remélem, nem hangos a játék. Próbálok kicsit kiabálni, jó? Még így belső nézetben vagyunk. Jó, megrakjuk a fával, úgymond. Hát nem fogom én itt pakolni a fát a KCR-rel.
Hát ez a fizikát, ezt elfogadnám gyerekek a jövőjébe. Farmingba. Rá is rakta, jó. Kellene aludnunk egyébként egyet. Én azt mondom, de a francokat, mert akkor meg izé lesz. Aludjunk egyet? De lehet, hogy az izé jó lesz. 45 liter. Jó, ezt látunk egy csomó üzemanyagot. Próbáljunk meg kikecveregni innen, és akkor elmegyünk visszafele. És elmegyünk ezen a vizen át. Most nem mondom, hogy le fogjuk szállítani a fát. Az azért nem kis faj lenne. Hát ez valamerre. Viszont... valahogy meg kéne fordulnom, alászedem. Várja. Arra kell visszamennem, itt nem jó, ha kimegyek, ugye? Nem, mert meg kéne fordulni. Meg kell fordulni, gyerekek. Lógnak a jövődék a ruhák. Egyébként itt meg is tud fordulni szerintem, itt lesz egy ilyen rész. Jó, elmegyünk ezzel egy darabig. Utána meg jövünk a másikkal, csinálunk egy próbát. Jó, tetszik ez a ver, de mondjátok biztos, miért nem az erdészetibe viszem a fát akkor. Fogunk cserélni, gyerekek, nem kell aggódni. Hát lehet, hogy... Tényleg, cseréljünk már egyet. Kíváncsi vagyok, hogy a másik... másik jobban tapad, mert ez például nem nagyon, eléggé küzd a sárba. Félreállod vele. Lehet, hogy a másik az jobb tapadása lesz a láncot kerekekkel, ugye? Meg elég meg nehezebb is maga a felépítmény. Hoppa. Meg több üzemanyagunk is van. Na, megpróbáljuk ezzel. Ó, ezzel nem fogom tudni fontatni. Ja, igazatok van, nem fogom tudni vontatni. Mert ugye rajt van az a szar, és azt nem tudom leszedni menet közben. Ugye akkor nem tökölhetek. Gyerekek, ez fölvágódott keményen. Na. Adjunk neki. Hát ez jó, szenvedős. Szenvedős. Szerintem az erdészetivel jobban jártunk volna. Esetleg annyit tudnék, hogy elé kötöm, de azt most nem akarom. Ott szenvedjünk egy picit. Viszont ugye vissza tudnám ugratni az erdészetit a garázsba. És akkor ugye le tudnám kapni róla esetleg azt. Meg nem tudom, valahogy lesúlyoznám, vagy valami üzemanyagot hoznék meg magammal. Most látszok. Álljunk meg egy pillanatra. Alása nyomra. Ó, hát ez nem. Itt mutatott egy ilyen izét, de az úgy látom, hogy ez nem úgy működött. Hát akkor ez nem lesz egyszerű. Várj, full station ott van. Hát, megrázítani nagyon nem kéne a dolgomat, úgyhogy itt vissza kéne fordulni. Itt van egy kis tisztás. Próbálok visszafordulni, gyerekek. Elcseszem az üzemanyagot. Nem akarok elmenni most tankolni. Elég kicsi tankja van, 128 literes. 129. Na, viszont itt jól meg tudtunk fordulni nagyjából. Kapcsoljunk egy rettehetest, azt mondjátok? Na, kapcsoltam egy rettehetest. Ugye van egy ilyen ebbe a váltóba. Itt a Spintályoszban van egy ilyen, aki új játékos, meg új néző, az mondom, hogy van egy ilyen rettenetes fokozat. Én annak nevezem, az az ilyen plusz egy. Meg van egy ilyen felezőnk. Hogyha nagy sárba vagy, akkor ezzel tudsz nyomatékosan közlekedni, meg van ez az, amelyik ilyen borzalmasba be tudod, így ugye el se tudsz indulni. Alapban meg ugye automatában van. És itt ilyenkor mutatja, hogy ugye egyes sebességben a régyből. Hát igen, ez nem lesz egyszerű. Még valamit megpróbálhatnék.
Még valamit megpróbálhatnék, gyerekek. Mégis csak meg tudom azt csinálni. Hogy azzal tudok vinni. Na ugye csörlőre akasztam rá a kocsit, szoktuk úgy régen csinálni ezeket a dolgokat. Mindjárt pillan a gyerekek. Megfordul, meg akarom próbálni mindenképp ezt, hogy megy. Meg a vízi átkelésre kíváncsi vagyok vele. Micsoda izék vannak tuskók itt benne. Szörnyű. Gyerekek, lóg a lemez az oldalán és rendesen mozog, beszarsz. Nagyon jó. És ott a csiga. Ez valamikor, ez is az azért volt, ez nem kék volt, ez kék volt ez a... Ugye ott, azon a részen. Na várjál most. Ilyenkor azt szoktam csinálni, ugye, hogy... Ez az. Így. És fogod magadra csörlőzöd. Koppanásig. Ezt adjál neki, Sanyi. Hát ez érezhetően jobban viszi, nem? Egy kicsit jöheted volna közelebb, várja. Jó, közel. Ennyi a max. Jó. Ez érezhetően jobban visz, és látszak. Jó, mondjuk egy retteltes. Ó, te fiú. Ez... Az jobban bírja. Meg szerintem a nagyobb súly, ugye a traktoroknál nagy probléma az. Ezt nem győzöm elmondani, hogy ugye azért nem nagyon jó erdőre. Mert egy teherautó azért jobb, mert ugye a tapadás sokkal kisebb, mivel nem ő rajtuk van a súly, hanem pótkocsi húzogatják. És úgy, nem az igazi. Hát ez megy azért, vazer. Látszak. Tudjuk neki. Ha jó balonos kereke van ennek a pótkocsinak, hát szépen meg tudja fogni a gépet. Ajaj, bedölt fa. Oké, okay, balra. Lehet, hogy lekapcsolok, megpróbálok belevenni mélyebb vízbe, hogyha nem lesz elég mély. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tud merülni ez az erdészeti verda. Hú, azért lehet, hogy ez izé. Hú, gyerekek, próbáljuk meg átmenni szerintem. Próbáljuk meg átmenni. Adjál neki, Sanyi. Hát ez szerintem nem lesz olyan sekély. Jaj, meg sodrás is van. Ó, de bírja a vizet! Ajaj. Ne! Nyomja a víz! Viszi a víz, basz! Ne! Viszi a víz keresztbe! Ó, te fiú! Ó, te fiú, viszi a pótkocsit is! Jó, hát ezt megúsztuk. Ezt nagyon vitte. Ó, te fiú. Ezt nagyon vitte. Hallod, ez kemény volt. És nem, és egyáltalán nem sebződött. Tényleg magasan van a merülési mélység őnála. Ez jó volt. Ez jó volt. Volt egy pillanat, amikor azt mondtátok, na kipör felborulsz, tudom. De egyébként frankó volt. Nagyon jó volt. Jó, attól menjünk bele, itt mosunk egy kis gépet. Hát jó van, picit tisztuljon. Ezt a betyár. Na, nyomjunk egy retteltest, aztán veressük vele, gyerekek. Lehet, hogy az automatában gyorsabban megy, ha fölvárnád. Egész jól megy, jól van. Elmegyünk erre, megnézzük, mi a szitu, jó? Gyerekek, nagyon dübörög. Ó, te fiú. Köpi a füstöt. Nagyon adja, gyerekek! Nagyon adja! Nagyon adja! Élem! Jó, ez a traktor. Megpróbáljuk leszállítani, de nem biztos, hogy így le fogom tudni adni, ugye? Mivel csak úgy húzom csörlővel, de egy tesznek jó lesz. Hát, hogy gyerekek, aztán, hogy merre kell itt menni, azt... Oh. Jó, nem tudok átmenni. Oh, stop! Stoj! Várjál, more.
Nézzük, mennyire vagyunk. Igen, itt már jók vagyunk. Itt végig tudok menni gyakorlatilag földes úton. Hát akkor már vigyük le! Igaz, hogy nem fogjuk tudni leadni, mert ugye csak így vonszolom valószínűleg. Mert ugye nem, nincs fölkapcsolva rám. De azért hadd szóljon. Jobbjuk egy retteltes, bírja ez gyerekek. Ez sokkal jobb ez az erdészeti, mint a sima. Ja! Ferike küldött egy képet. Múltkor pont, hogy nézzed ma Mad Max. Mad Max, izé, Kristál. Hát olyan volt, az egyik kereke, kirakom Instára, hogyha aki követ, az meg tudja nézni. Az egyik kereke az teljesen más volt, mint a másik. A két oldalon. Meg még ráadásul nem is tudom, mik voltak rajta, ilyen tök vagány dolgok, így rá voltak. Ja, meg fordítva volt az összes gumi rajta, ugye nem véletlenül, mert... mi az? Ugye akkor nagyobbat harap. De ezen nincs fordítva, ugye? Most nem lassítok, de szerintem nincs. Ez nagyon megy. Nagyon adja a gyerekek, tetszek. Tetszik fajta. Mi az az? Tetszik fajta. Jó ez a gép. Le... Ó, vízecske. Nem baj, szeretjük a vizet. Hogy megtisztul a kerék. Tök jó, lemegy róla a sár. Egy... Mi van? Mi van? Nehogy kifagy. Nehogy kifagy. Azt hittem kifagy. Hopp. Szóval majdnem lefullasztottuk. Azért összkerék diffi nélkül itt azért... Honnan kám meg? Honnan kám meg? Jóféle. Na, gyerekek, itt valahol be kell mennünk az úton. Rettenetes neki, bore. Küldjed neki. Tudja a dolgát. Ja, izéket, lehet, hogy traktorokat fogok először végigpróbálni. 82-es MTZ-t hasonlókat. Te fiú, nagyon jó. Tetszik, jól megy, jól megy. Meglepően jól megy, én nem bíztam benne, hogy ennyire jó lesz. Mondjuk lehet eddig nem jutottunk volna el a gyárival. Viszont ez az erdészeti, ez adja. Azért nem szeretek belső nézetbe menni ezzel a játékkal, mert sokkal jobban néz ki, amikor itt külsőbe látod, hogy gyűri a sarat, meg szenved. Na, hol vagyunk? Már hol vagyunk? Nem akarok rá, kéne nézni erre. Jaj, még messze vagyunk, gyerekek. Még messze vagyunk, viszont vissza kell tennem most. Azt kihúzottuk egy kicsit, azt mehet neki. Jó erős a motorja is. Hopp, itt is jó kis üzeg vannak. Vizes részek, legszívesebben belemennék. Bele is megyünk, gyerekek, ne visszajetek. Jaj, ne, nehogy kavicsos legyen. Kicsit nehezítünk, gyerekek, nem miért ne? Ne bírja! Ajaj! Az ilyeneket nem szeretem, az ilyen tereptárgyakat. Ó, jó legyűrte. Jaj, a pótkocsi! A pótkocsi! Jó, félre nyomtuk, jó. A pótkocsival inkább volt baj. Tökig a sárba, gyerekek, ez nagyon jó. Nyomjad neki, Sanyi, mennyi! Megint tömődik el a kerék. Arra. Ez az. Oké. Okay. Megvagyunk, gyerekek. Megvagyunk. Jó. Jó vizsgázott. Jó vizsgázott a gép. Igen, és ezt mondtam, hogy ugyane... De... igen. Hogy nincsen gyakorlatilag ugye rácsatlakozó, nem érzékeli, úgy akármilyen gépre ezt felcsatolnám, akkor utána ezt tudna, ugye le tudnám adni, elhoztam ideig, csak ugye mivel nem úgy van gyakorlatilag direktbe rácsatolva, hanem úgy vonszoltuk végig csörlővel, így nem veszi el. Na, én azt mondom, hogy minden egyes modnak ezután osztályozni fogjuk.
Kettő darab modot próbáltam. Ennek a kristálnak én azt mondom, hogy minimum egy 9-es, 10-ből egy 9-est adnék. Mert egy az, hogy baromi jól meg van csinálva, tényleg látszik rajta az idő vasfoga, hogy megviselte. Ilyen tordozott, fordozott sárvédők, össze-vissza hajlova. A dolgok, amiket rá lehet aggatni a gépre, az nem túl sok, de igazán volt szerintem pont elég. A másik gépre is addig, mondjuk úgy, hogy használhatóság szempontjából lehet, hogy kevesebbet adnék, viszont mint realisztikus, mármint realisztikusság szempontjából, viszont ő is megérdemelné a 9-est, mert igaz, hogy nem olyan masszív, mint ez, a csávó meg elaludtod nézzetek a fülkébe. Kejfőtesó! nem olyan masszív és nem olyan használható mindez, de hát az a reális gyakorlatilag, mert ő egy, a másik Zetora, ő egy gyári verzió. Na jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna akkor a Model Spin Tires újabb része. Várlak benneteket a következő részben. Császtok!